Szevasztok! A most következő Arcok és hangok sorozatban az egyik klubtagunkkal, Mikivel beszélgettem. Nézzétek meg a videót, és ismerjétek meg őt is. Akkor szevasz! Hogy hívnak? Agócs Miklós vagyok. Már hát jó pár éve ismerem így a TLK-t. Mondhatjuk úgy, hogy 16 éves korom volt, tehát 18 éve. Bátyám révén, de igazából játszani csak egy, hát azt mondanám, hogy egy pár hónapja. Aha, mostanában kezdtem úgy rendszeresen, így van, így van, így van. A legfőképp Warhammer 40 000-re, annak is a káosz részében. Igazán, hát hogy is mondjam, nagyon tetszik, tehát a Warhammer 40 000, az új Warhammer 40 000, vagy... Hát a 8. régebben játszottam második kiadással, az is szimpatikus volt, de most ez a 8. ez igazából igazán találó. A kettő között nem nagyon követtem az eseményeket. Én bátyám révén kaptam több figurát, tehát ugye egy nagyobb részét ugye ő vette egy ajándékban. Ezek hát még azért festetlenek, tehát még festeni kell őket bőven, de a 8. az nagyon szimpatikus, úgyhogy azt tervezem, hogy ezzel fog. Jó van, igen, mert ugye elég sok ember van, aki a 8. lévő visszajött a 40K-hoz, itt a klubban is, meg szerte a világban, ez ugye egy jól eltalált része volt. Szoktál-e esetleg ilyen számítógépes játékokkal? Az a persze, az a látóban 16 év alatt végül is mondjuk a 16-18 év alatt végül is végig játszottam Dawn of War-ral. Ugye mindenekkel nagyon tetszik az egész világa, nagyon szeretem a Skiffit alapjáraton, tehát ott igazából minden játékot, ha hát nem is végig játszani, de úgy belepostoltam. Minden, nem csak a 40K-sokat, hanem az nem, csak a fantasy-t. Most ugye a Total War-nak ugye kijött a sima Warhammer fantasy világos része, az is nagyon szimpatikus, azzal is játszok bőven. Hát bőven, hát már amennyit az idő engedi. De így számítok, éppen így igen, tehát azt így folyamatosan játszottam vele, úgyhogy megolvastam is, tehát amíg kijöttek magyarul, azt olvastam, hát angol könyvekbe, angolt is olvastam, csak azért ez egy húzósabb része a dolognak. Értem, és tehát a 40K, illetve a fantasy részét a gameshow-soknak azt, hogy egy számítógépes játékban akkor játszottad, és egyéb más számítógépes játék, mondjuk egy nagy Spieler vagy mondjuk, tudom, hát, én igazából Command & Conquer-be vagy ilyen már nincsen, akkor LOL-ba, vagy Dotába. Igazából ez nekem, hogy mondjam, ez egy ilyen kikapcsoló rész, tehát én semmiben nem vagyok így Spieler, tehát nem az, hogy tudod, játszottam bele egy 180 órát, 200 ezeret, vagy akármennyit, és akkor én baromi jó vagyok, nem, hát ez csak úgy, mint World of Warcraft, de azt is csak hát így össze-vissza egy kevéskét, tehát nem kimaxolva az egészet, de azzal játszottam, meg hát a nagy régiekkel, tehát nekem nagy problémám az, hogy újonnan nagyon kevés játék van azon, ami szerintem úgy tényleg ütés olyan egyedi, tehát ezekkel a régiekkel, hogy itt Theme Hospital, Dungeon Keeper, Command & Conqueror, tehát ezek baromi jók voltak. Ugye ma már ezek annyira nem futnak a gépeket, tehát necces, de úgy nincs olyan, amire azt mondom neked, hogy úristenem ezzel a érzésig. Így, ami megtetszik, azzal így játszogatok. Szeretem az ilyen stratégia, szállítmányozás, stb., de hát abban sincsenek olyan hatalmas nagy gondok. Értem. Hogyha ha tehetünk egy ilyen kis kitérőt, esetleg társas játékokkal szoktál játszani? Mert igen, nálunk ugye a klubban látszik is, hogy elég sok társas játék van, és ez nálunk egy szignifikáns részét képezi a hobbinak. Így van, én nagyon örülök. Múltkor is voltam, hát mondjuk nem tudok olyan gyakran lejönni, de múltkor ugye voltam egy társas játékos napon, az nagyon tetszett. Ott például a Elder Sign-nal játszottunk. Az nekem baromira bejött, az például számítógépben meg is vettem a Steven és barom jó kis játék, de egyébként meg kollégáimmal, hát mégis barátaim a Zombicide-olni szoktunk. Jó, egy Zombicide. Így van, nekem az nagyon bejön, de ugye, hogyha jól emlékszem, az inkább ilyen amerikai részű társas játék, tehát inkább ilyen kockásabb, ha jól emlékszem, mert annyira nem vagyok otthon. De viszont tetszik a másik oldal is, tehát inkább az európai a gondolkozós, hogy mint csináljuk, gyűjtöget, stb. Tehát ami nem annyira kockára épül. Ha jól értelmeztem múltkori beszélgetésekből ezek két nagy felosztás. Igen, az Eurogame meg az amerikai style game, így van. Hát akkor a telepasztalos stratégiában megtalálhatod a számításodat, mert ugye az szép is. Így van. Gondolkodható is lehet. Jó van, ugorjunk. Van-e valami kedvenc wargame-ed, bár így említetted a 40K-t, úgyhogy feltehetően az lesz. Van-e valamilyen kedvenc wargame-ed, vagy bármi ilyesmi, amihez különösen
kedves emlék fűződik. Tehát most ilyen régi dologra. Ez lehet számítógépes játék, lehet borgém, akár felőlem a sakkot is felveszem. Hát igazából nagy kedvencem, bár annyira nem, hogy is mondjam, nem gyűjtöm, de vannak figuráim, az ugye hát 40K értelemszerűen, abban a Dark Angel-ök. Ez nekem azóta legelső. Tehát annó azt kaptam legelőször, és azt vettem, az nekem nagyon a szívemhez is nőtt, én mai napig imádom. Nagyon jó, tehát maga a kinézet, maga a feeling, az egész történet nekem nagyon bejön. Nagyon tetszik, de igazából annyira, hát tervezem majd, hogy gyűjtsem, de hát ugye azért tényleg hogy ez azért pénzkérdés, meg hát idő, mert azért most otthon csak darabokba tartani őket, annak nincs sok értelme, hanem rendesen festeni, stb., de ez nagy kedvencem. Értem, tehát a Dark Angel volt, jó rendben van. Viszont, ha jól tudom, akkor most nem Dark Angel van neked, hanem valamilyen szegről végről kapcsolódó, mert ugye Heretic ez is, Heretic az is, vagy mondjuk úgy, hogy káosz ez is, káosz az is, de nem Dark Angel, hanem... Hanem káosz. Igazából, hát abban is, hogy Thousand Sun Megdead Card. Tehát ez a kettő, ami most van nekem, bár van többféle is, mert például Apatol is megvan, de igen, most káosz van, tehát az lett végül a nagy választásunk. Jól van, hát reméljük, hogy egyszer lesz Dark Angel. Most ugye itt vagyunk a TLK-ban, de voltál esetleg más klubban valaha? Szoktál esetleg máshova járni? Nem nagyon, hát is klub, már... Klubról, most kivettek klubról, tehát nem úgy, hogy a haverokkal összejövünk, szombatonként és sörözgetünk és esetleg valamit csinálunk, hanem... Hát talán egyszer voltam, hát most már az a baj, hogy meg nem mondom a nevét, most nem tudom, hogy a gépház vagy valami más név, bevallom őszintén nem emlékszem a nevére, egyszer voltam, és semmi baj nincs le, tehát nem azért, ezt nem is tudom már miért mentem le. De ott emlékszem, hogy találkoztam a picivel, erre emlékszem, de nagyon jó pofa hely, tehát semmi probléma nem volt, de egyedül a TLK, tehát. De ebben nincsen semmi olyan, hát bátyám révén ide jöttem le először, ezáltal úgy nem, nincs kedvem így átmenni, tetszik a társaság, nincs semmi probléma, tehát igazából... Ehhez kapcsolódik a második kérdés, hogy, vagy inkább a következő kérdés, hogy jelent-e neked valamit a klubos élet? Ezt úgy kéne valahogy kifejteni, hogy a klubokban lévő bandázás és haverkodás és beszélgetés, ez fontos, vagy igazából inkább csak egy helyet keresel, meg ellenfeleket, partikat, akikkel tudsz játszani, és játék után szépen összecsomagolsz, aztán kalap-kavár, vagy pedig elmész a klubba csak azért, mint az angol lordok, ugye, hogy 5 órai teájátok meg így, de azt mondjuk otthon is meg tudná enni, de nem, ő azért megy el a klubba, hogy ott... Igazából a társaság életén azt mondanám, tényleg nem járok le annyit, tehát nem azt, hogy minden egyes alkalomkor itt vagyok, de azt mondom, hogy számomra ez fontosabb az, hogy lemegy az ember, most ez dolog, hogy játszik, de hát amellett sok információt meg tud röhögni, meginni egy sört, stb. Szerintem ez fontos része, tehát most csak ez igazából egy hobbi, ez egy játék. Tehát most csak az, hogy lemenni és akkor játszani, és utána a rohanás az úgy, az se rossz, tény és való, nem rossz, de valaki szerintem... Valaki persze csak ennyi időt engedhet meg magának, mert nem időmilliómos család, vagy bármi, és tanulni kell, dolgozni kell, nem tudom, így igen. Van, szerintem de fontos most, ez. Téged kérdezlek, nem baj, azokat megkérdezzük, igen, és ők majd más fognak mondani, tehát lényeg az, hogy azt mondod, hogy számodra nagyon fontos a klubban az, hogy lehessen egy kicsikét ilyen társasági életet élni. Persze, szerintem az fontos, és szerintem ez egy hobbi kikapcsolódás, tehát itt is van, hogy olyan emberekkel szereti az idejét tölteni, vagy olyan emberekkel szeretem az időmet tölteni, akik, hát akikkel le lehet beszélgetni, stb. Vagy hát információkat, újdonságokat lehet megtudni. Ez szerintem az nagy csoportja van a játékosoknak. Az első csoporta az úgynevezett kompetitív vagy versenyjátékos, akinek kell mindig valamilyen kihívás, valamilyen cél, valamilyen dolog, amit meg kell nyerni, el kell érni, le kell aratni ahhoz, hogy sikerélménye legyen a játékban, és akkor van a másik fele, aki ennek pont az ellentéte, vagy nem foglalkozik a versenyszellemmel, hanem csak felrak valamit az asztalra, játszik valahogy, dobálja a kockát, sokszor se tudja, hogy mit csinál, mert nem értették a szabályok, viszont teljesen jól el van vele. Te melyikhez tartozol? Hát én azt mondanám, a kettő közötti most nem ér. Nem. Abban az esetben, hogyha állást kéne foglalni, hogyha mondjuk ez a klub kapna egy nagyon markáns vonalat, hogy versenyklub lesz versenyjátékokkal, mindenki versenysereget tesztel, vagy lejövünk és heteken keresztül nem tudsz egy kockát dobni, mert nincs kivel, mert most éppen senkinek nincs kedve játszani, akkor melyik
lenne számodra a szimpatikusabb? Számomra a szimpatikusabb? Hát én azt mondanám a második, a Just for Fun. Uh-huh. Azért mondom ezt, mert bár a verseny is barom jó, én speciál, hogy most kezdtem át, tehát ugye nem tudom, betéve a szabályokat, stb. Tehát nekem ugye az másik, a szimpatikusabb, mert ugye ott lehet igazából megtanulni, mert ugye ezt felutattad, ugye a hozzábértők tanácsot adnak, stb. És az ember ezt felépíti, tehát én inkább a másodikat preferálom ebből a szempontból. Én az ötvezetben hiszek igazából egy klub életben, én azt mondom, tehát mindkettőnek helye van, de majd szeretnék én is a versenyre rátérni, hogyha már egy olyan tudást tudtam felszedni, meg egy olyan sereget kiépíteni, amivel van értelme, mert hát vagyok őszintén, hogy nincs értelme versenyezni, hogy alapból vesztes vagy, tehát mert tegyük fel, nincs olyan sereged, vagy nem tudod a szabályokat úgy. Tehát én úgy gondolom, hogy én majd szeretnék versenyezni, hát ez ugye a jövő, tehát ezt majd meglátjuk, ez nem holnap lesz, de én a Just for Fun-t egyelőre azt mondom, meg hát ez, hát attól függ ki mit szeret az életben, hát valaki imád versengeni éjjel-nappal, az értelemszerűen a Just for Fun-nál ereket fog vágni. Én azt mondom, hogy ez jó dolog a Just for Fun, tehát igazából ez egy kikapcsolódás, tehát itt a játék, igen, így van ez. Hobbiban versenyezni, mondjuk B1 gyűjtésben versenyezni, mint szintén hobbi, vagy valamit a hajtogatásban. Igen, tehát most mondjam, ha rally versenyről beszélnénk, vagy fociról, vagy bármiről, azt mondom, hogy ott a verseny a lényeg, ott csak az a lényeg, hogy nyerjél, mert az egy sport, az egy, erre van felépítve pénzdíjak, stb. De hát lehet focizni, hogy kinn a... Két melegítő felső a kapu, és akkor... Így van, én ott például csak a verseny, én ott is a verseny. Aha, tehát én ott például speciális sportok részére azt preferálom. Jó, érvettél nekem a Just for Fun rész mellett. Mi lenne akkor, hogyha arra kérnélek, hogy vegyél egy 180 fokos fordulatot, képzeld magad egy rettentő kompetitív és versenyjátékosnak a szerepébe, és próbálj érvelni a verseny, meg a versenyjáték, meg a versenyseleg mellett. Egy-két mondatban, hogy ha mondjuk meg kéne engem győzned, hogy te miért jó a verseny a hobbiban, tehát ebben a hobbiban. Itt lehet a festés, a játék, a modellezés, a bármi, teljesen mindegy. A klubos verseny, a járni az országot, versenyekre menni, tehát így te mondjuk, hogy ezt szereted, tudom, hogy nem, mert elmondtam most, hogy nem erről van szó, de hogyha mondjuk ezt szeretnéd, akkor mit tudnál mondani egy ilyen? Ön nagyon egyszerű kihívás a győzelem. Én azt mondanám, ez egy szenzációs része a dolognak, hogy te magadtól össze tudsz rakni és stratégiailag alkalmazni ugye a szabályok keretein belül egy sereget, haladni előre és győzni. Szerintem ez szenzációs dolog. Tehát ez akárhonnan nézzük az életterületén, ráadásul ugye férfiak vagyunk, akik ugye versenyszellemben élünk és szeretjük ezeket a kihívásokat. Én azt mondom, hogy ez egy baromi jó dolog. Tehát győzelmet aratni nagyon jó, főleg az, hogyha ezt úgy vagy képes megcsinálni, hogy a saját tudásodból is összerakod. Te általad rakott seregből, plusz hát maga a festés, maga a modellezés az is baromi jó dolog. Tehát az, hogy kiállsz egy olyan sereggel, ami egy 5 meg van csinálva. Én azt mondanám, hogy jó, hogy ezek az előnyei, meggyőzésben nem biztos, hogy jó vagyok. Nem elég neki, jó, de ezeket kijelenteném, hogy ezek baromi jó dolog egyébként szerintem. Ha már felhoztuk a festést, festett sereget, foglalkozol esetleg ennek a hobbinak a festés és modellezés, kondertálós, tereptárgyazós? A tereptárgyazóssal nem, bár igazából tökre tetszik, de még nem merültem el benne, hogy hogy gyerünk beleugrani és csinálni, de úgy érdekelne, mert nagyon jó pofodókat lehet kihozni. A maga a festés az érdeke, csinálom is, hát ahogy az embernek ideje engedi, a konvertálást meg imádom. Tehát az igazából nekem egy jó része, például a DevGuard termjeimnek azok egy szegről végről mindenhonnan összepakolt brigád. Ilyen fejek, olyan lábak, stb. Azt imádom. Tehát szerintem egy baromi jó dolog, nekem nagyon tetszik. És hát szeretném majd a sereget kifesteni teljesen. Tehát hát igen, ez a távol, igen, én is szeretnék egyszer egy lottót nyerni. Kéne hozzá vennem egy lottószervét, mert anélkül nehéz. De egyébként minden héten próbálok otthon vele foglalkozni. Tehát aktívan próbálod győzködni magadat? Lehet, csinálom is. Tehát most összeraktam például az Infinity részt, amit kaptam karácsonyra, ezt összeraktam. Most ugye az alapozást szeretném minden pábomra csinálni, és hát szépen lassan haladni. Hát ugye a munka mellett az azért egy kicsit húzósabb, de csinálom, tehát szeretem. Azt én is valahogy kezdő vagyok benne, tehát hogy nem vagyok. És ezeket otthon szoktad csinálni egyedül, hogy ne lássa senki? Behúzott függönyök mögött, vagy esetleg el szoktál menni társaságokba, mondjuk a bátyáddal összejárni, vagy bármi ilyesmi, hogy... Hát ide a TLK-ban leszoktam jönni, tényleg is valahogy leszoktam, hát most eddig ugye
kétszer vagy háromszor voltam. Tetszik, tökre jó dolog, de én otthon is szeretem egyedül. Tehát szól a zene, el vagyok magamban és festegetek. Mm-hmm. Tehát, hogy nekem mindkettő tetszik, nincs vele problémám. Hát max annyi a hátránya, hogy ide akkor lehozni a saját cuccaimat, stb. Ugye az nem egy... De jó, hála az én nem betontömböket, meg téglát kell cipelni, mert az egyszerűbb lenne, ugye. De azt mondom, hogy nekem mindkettő szimpatikus. Mm-hmm. Tehát itt a Télkában jó hangulat, az ember iszik egy sört, elrötyög, ugye a sokkal hozzább értek, nagyon sokat lehet tanulni. Én bátyámtól is nagyon sokat tanulok, amit ő mond nekem, de én az otthonit is szeretem, tehát nincs a problémám. Jó, lassan végére érünk az interjúnak. Marad az, hogy úgy tudom, hogy nem sokára játszani fogsz, ráadásul uh-huh. 40K-t. Tudnál erről valamit mondani, hogy miért pont 40K? Milyen sereggel, milyen célod lesz benne, mit szeretnél, hogyan gondolod? Igazából most, amit játszani fogunk, ugye én orkok ellen fogok most játszani. Uh-huh. Egy ugyanazon a csapat ellen, hogy így mondjam, sereg ellen, mint amivel még egy előtte alkalommal játszottam. Igazából én most próbálgatom a sereget. 40K-t azért, tehát én a skiffit nagyon szeretem alapjáraton, uh-huh. nagyon tetszik. Maga a káosz az, hogy igazából káosz, tehát tökre jó, hogy senki nincs kötve semmihez, és csinálhatsz, amit akarsz. Meg nagyon jó lehet variálni, és most kezdem el variálni, ki szeretném próbálni, hogy most egy lövősereget hoztam, hogy tudok lőni, stb. Meg mik a hibái, amit javítani kell, ugye, amit mondanak a többiek, a hozzábértők. Ez a fő célom most. És igazából ez egy undivided sereg, hogy így mondjam, nincs dedikálva se cincsnek, senkinek, mindenkiből minden van. Tehát én most ezt próbálgatom, így van, így van. Igen, mert hogy igazából ez is nagyon tetszik a káoszba, hogy össze-vissza tudom őket pakolni. Most például van benne Thousand Sun, Dead Guard, igen, ez a kettő. Ez a kettő van benne, és hát most kipróbál, most van a próbafázis, tehát hogy igazából mire tudok velük menni, mit kell még menni, stb. Jó. Szoktál esetleg új sereget építeni, hogyha mondjuk 40K-ról van szó, vagy várj másra, de maradjunk a 40K-nál, maradjunk ennél az undivided seregnél. Szoktál-e új sereget építeni, hogy mintha egy szerepjátékos karaktert építenél fel? Azaz nem igazából az egységeknek a statisztikáinak a kipróbálása, hogy mondjuk ez mennyire lő, meg az mennyire lő, meg ez így lő, meg tud-e közel harcolni, hanem például úgy, hogy veszel egy figurát, mert az nagyon megtetszik, vagy tudom én a borrordot, vagy bármi ilyesmi, és e köré építesz egy sereget, hogy mondjuk ez elég jobb betesszül néz ki, vagy éppen ellenkezőleg, ez egy lengeruhás nő, és akkor olyanokat teszek hozzá, akik, hát így, vagy inkább nem, inkább más. Hát valahol én úgy gondolom, hogy hát egy versenyre készülsz, akkor igen, akkor egy olyan sereget kell építened, ami jók a statok, jó rakod össze, stb. De én inkább, hát ez lehet, hogy valahol probléma, én a kinézett. Tehát én például imádom Abaddont, ahogy kinéz, meg is van otthon, és majd szeretném is játékba dobni majd. És hát tudom, hogy mire képes, nagyjából, ugye, amit elolvastam róla, ami ugye statisztikái vannak, és hát valószínűleg köré fogom építeni. Tehát köré építem a brigádot, hogy úgy legyen ütőképes. Tehát én inkább ebbe hajlok, inkább erre az irányba hajlok, hogy aki nagyon tetszik, Akrimán, stb. Az Jó, rendben van. Hát én köszönöm szépen az interjút. És én köszönöm a lehetőséget. Mindent beleadhatnám. Köszönöm. Hogyha tetszett a videó, kommenteljétek. Ugyanoda írjátok meg, hogy ti milyen válaszokat adnátok ugyanezekre a kérdésekre, amiket Mikinek tettem fel. Illetve, hogyha nem hangzott el egy olyan kérdés, amit ti szívesen feltennétek valakinek, írjátok meg, és elképzelhető, hogy a következő riportalany ezekre fog válaszolni. A ti kérdéseitekre. Sziasztok! Fuck! Fuck!